Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait, és azokat is, akik a rádiót hallgatva vagy a televíziót nézve követik a mai kormányinfót, amelyen valóban szeretnék beszámolni arról a két kormányülésről, amit hétfőn, illetve kedden tartott a kormány, Orbán Viktor vezetésével, és ahol kedd estére véglegesítettük a magyar kormány javaslatát az országgyűlés számára, a 2017 évi költségvetés tartalmát illetően. Mint ismeretes, Varga Mihály fölhatalmazást kapott a kormánytól arra, hogy a költségvetési tanács elé benyújtsa Magyarország költségvetési javaslatát 2017 évben, ami az országgyűlés elé május elején kerül majd, és várhatóan június közepére megszületik Magyarország 2017-es költségvetése. Azt hiszem, hogy a mostani előkészítés és a reménybeli vita is jól igazolja, hogy jó döntés volt a költségvetés elfogadását és a vita menetét átalakítani, hiszen a következő két hónap elegendő idő arra, a korábbi novemberi és decemberi hetekkel és hónapokkal szemben, hogy alapos társadalmi vita alakuljon ki a költségvetésről és a költségvetés tartalmáról. Mindenek előtt szeretném azt aláhúzni, hogy a 2017-es költségvetés egyik meghatározó momentuma az, hogy Magyarország 2008 után lassan 10 év alatt visszafizette azt a hatalmas tartozást, amely az Európai Unió és az IMF felé állt fönn, és amely megmentette Magyarországot 2008-ban az államcsődtől. Mint ismeretes, hogyha az IMF és az Európai Bizottság nem dobott volna mentőkötelet a Magyarország számára 2008-ban, akkor Magyarország államcsődbe jutott volna, és elsüllyedhettünk volna. Az IMF hitel és az Európai Unió hitele mentette meg Magyarországot attól, hogy a szocialisták államcsődöt okozzanak a kormányzati munkájukkal. A jövő évi költségvetés terveink szerint minden magyar honfitársunk számára biztosít egy lépést előre. Lesz, aki számára nagy lépésre nyílik lehetőség a következő esztendőben. Nem csak, hogy mindenki léphet egyet előre, lesz, aki nagyot léphet előre a következő évi költségvetésben. A következő évi költségvetés tervezete és a kormány javaslata az országgyűlés számára az, hogy a 2017-es költségvetés legyen az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. Mint ismeretes, az ország gazdasági stabilizációja után lehetőség nyílt a személyjövedelem adó csökkentésére. 2017-ben azt javasoljuk az országgyűlésnek, hogy Magyarországon egységesen a személyjövedelem adó 15% legyen. Javasoljuk az országgyűlésnek azt is, hogy a legfontosabb élelmiszerek tekintetében rezsicsökkentés kezdődjön. Magyarországon a nyugdíjasok és a legszegényebb honfitársaink szempontjából a legfontosabb élelmiszer a tej, tojás és a baromfi hús, valamint a sertéshús. Mint ismeretes, 2016-ban csökkentettük a sertéshús áfáját. Azt javasolja a kormány az országgyűlésnek, hogy 2017-ben a tej, a tojás és a baromfi hús áfája 5% legyen Magyarországon. Ez a nyugdíjasoknak a legjobb hír, hiszen ezzel a nyugdíjuk jelentős mértékben emelkedik majd, és nagyban segíti a honfitársainkat, elsősorban a legszegényebbeket, hogy az életük legfontosabb kérdése, a megélhetés egy fontos kérdése, az élelmiszer beszerzése könnyebb legyen. Tehát ez a fajta áfacsökkentés a legfontosabb élelmiszerekre vonatkozik, és az élet fontos kérdését, az étkezést, az élelmezést segíti a következő esztendőben. Joggal tehetnék fel a kérdést, hogy a kenyér benne van vagy nincs. A kormány nem javasolja az országgyűlésnek 2017-ben a kenyéráfa csökkentését. 250 féle kenyér van ma Magyarországon. Nehéz volna megmondani, hogy pontosan melyiknek az áfáját is próbáljuk megcsökkenteni. Tehát tej, tojás, baromfi hús követi a sertés áfa csökkentését. Ez 100 milliárd forintot jelent. 100 milliárd forintot kapnak a nyugdíjasok, a legszegényebbek és minden magyar honfitársunk, aki legfontosabb élelmiszerként vásárolja ezeket a termékeket. A kormány azt javasolja az országgyűlésnek, hogy az éttermi szolgáltatások áfája 27%-ról 18%-ra csökkenjen.
ami szintén egy jelentős lépés. Az első lépés, 2018-ban reményeink szerint újabb áfacsökkentésre is lehetőség nyílhat ebben a körben. Azt javasoljuk, hogy az internet szolgáltatás díja 27%-ról az áfa itt is 18%-ra csökkenjen le. 2017-ben azt javasoljuk az országgyűlésnek, hogy gyermekenként 15 000 forintra nőjön a családi adó kedvezmény. Ismeretes, hogy 20 000 forintra nő a családi adó kedvezmény a két gyerekeseknél, a következő lépésben 15 000 forintra. Az első házasok adó kedvezménye ezentúl a gyermek születése esetén 2 évig jár. Ez összevont adóalapot egy házaspár esetében 33 300 forinttal fogja csökkenteni. Az otthonteremtés költségvetése a 2017-es költségvetési javaslat tekintettel arra, hogy azt javasoljuk az országgyűlésnek, 100 milliárd forintos keretet nyisson meg a családi otthonteremtési kedvezményre, akár használt, akár új lakásról lévén szó. Eddig körülbelül 3 000-en jutottak csókhoz a rendszer bevezetése óta, 30 ezeren érdeklődtek, és 3 ezer igényről a bank már döntött, és a folyósítása szintén 6 milliárdos nagyságrendben meg is történt. Tehát egyelőre egy 100 milliárdos keretet javaslunk, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen, hogyha a csók összege több lesz, akkor a 2017-es esztendőben akár több biztosítását, mármint hogy nagyobb arányban is javasolható ez az intézkedés. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány felhatalmazta a gazdasági minisztert az életpályák folytatására. Itt 2017-ben azt javasoljuk az országgyűlésnek, hogy folytassa az életpályákat. A pedagógusok bére növekszik 2017-ben, növekedni fog a rendőrök, katonák fizetése 2017-ben. Az állami tisztviselői kar fizetése emelkedik 2016. július 1-én és 2017. január 1-én. Az állami szektorban az egészségügyi ügyekért felelős emberi erőforrás miniszter felhatalmazást kapott, hogy a mentősök esetében egy önálló életpályamodell kialakítását tegye meg. 2017-ben a NAV esetében önálló életpályamodell lesz, tehát a NAV tisztviselők és a mentőtisztek esetében önálló életpályamodellre nyílik lehetőség. A kormány döntött arról, hogy Balogh Zoltán miniszter számára, az emberi erőforrás minisztere számára 2017-ben az egészségügy fejlesztésére 100 milliárd forintos külön alapot hoz létre. Ez a fejlesztési alap, ez szolgálhat béremelést is az egészségügyben érintettek döntése alapján. Balogh Zoltán felhatalmazást kapott arra, hogy az egészségügyben az érintettekkel, munkaadókkal, munkavállalókkal tárgyalásokat kezdjen. Várhatóan jelentős, nagy lépés következik az orvosok és a szakdolgozók bérezésében 2017-ben. A konkrét javaslatot itt a tárcának kell megtennie, vannak elképzelések, folynak tárgyalások. Az egészségügy szereplőit meg fogja hívni Balogh miniszter úr egy egyeztetésre, és az egyeztetésen kialakult álláspontot a kormány tiszteletben fogja tartani. A költségvetés 100 milliárdos fejlesztésre ad lehetőséget, akár mind bérfejlesztésre is fordítható. Szeretném azt is elmondani, hogy a költségvetés, az adócsökkentés, az otthonteremtés, az életpályák mellett nagyon fontosnak tartja a munkavilágát. Közfoglalkoztatási program folytatására teszünk javaslatot 2017-ben. A munkahelyvédelmi akcióterv milliós nagyságrendben biztosít munkavállalók számára kedvezményeket, azok számára is, akik kezdő munkavállalók, és azok is számára is, akik a nyugdíjkorhatárhoz közel járnak. Folytatjuk a foglalkoztatást ösztönző állami támogatást a vállalkozók számára. Folytatódik a bürokrácia csökkentés, és beindulnak új programok, mint a Modern Városok programja 2017-ben meg fog jelenni a költségvetésben, hiszen a megyei jogú városok számára külön fejlesztési összeget biztosítunk. Szeretném azt is elmondani, hogy 2017-ben az államadósság csökkentésére nyílik lehetőség, azzal, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta először
a működés tekintetében nullás költségvetése lesz az országnak. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés új szerkezetű lesz. Az országgyűlésnek azt javasoljuk, hogy külön vitassa meg a magyar állam működésének a költségeit, és vitassa meg a magyar állam fejlesztésének a költségeit. Tehát mi az, amit működésre költünk, és mi az, amit fejlesztésre költünk. Mi azt javasoljuk a törvényhozásnak, aki a költségvetés kereteit meghatározza, hogy ne engedjen a működésben negatívot, tehát hiány a működésben nem lehet, a személyi és a dologi kiadásoknak a működés költségeit fedeznie kell. Ez az első ilyen költségvetés 1990 óta, hogy az összes működési kiadás mögött ott lesznek a működési források is. Ha Magyarországon semmilyen fejlesztés nem valósulna meg, akkor a magyar költségvetés szuficites lenne, ami azt jelenti, hogy több az adóbevételünk, mint amennyit működésre költünk. A fölösleget tudjuk fejlesztésre fordítani, és innentől kezdve már a törvényhozás és a kormány döntése az, hogy mely fejlesztésekre fordítható a rendelkezésre álló forrás. Magyarország 2017-ben hitelt csak fejlesztésre vesz föl, működésre nem, hiszen az adóbevételek a működést fedezik. A fejlesztésekről a törvényhozásnak és a kormánynak kell döntenie, melyik fejlesztésre mennyi pénz jut 2017-ben. Ezt a költségvetési fejezetekben fogja megtárgyalni a bizottsági és az országgyűlési plenáris munka keretében a törvényhozás. Azt is szeretném elmondani, hogy ez a hiány, ami a fejlesztésekből előáll, az egész költségvetés maximum 2,4%-a lehet, tehát nullás működés és 2,4%-os hiány állhat elő a fejlesztési oldalon. A költségvetés hiánya nem lehet több 2,5-nél, ezért a 2,4 az megfelel az elvárásoknak. 2,5%-os hiány alatt csökken az államadósság. A következő évben 2017-ben 3,1%-os gazdasági növekedéssel számolunk. Jelentősen nő majd az Európai Uniós kifizetések száma is. 2017-ben júniusig kiírjuk az összes Európai Uniós pályázatot, és 2018-ra pedig ki is fizetjük az Európai Uniós forrásokat. Azt is szeretném elmondani, hogy 1% alatti inflációval tervez a 2017 évi előrejelzés, tehát 1% alatt lesz Magyarországon az infláció, a költségvetés hiánya 2,4%, a terv szerint és 3%-nál magasabb gazdasági növekedéssel számolunk, a munkanélküliség 6%-hoz közelebb kell legyen, mint a 7%. Azért tehetjük meg, hogy 100 milliárd forintot fordítunk az alapvető, legfontosabb élelmiszerek áfakulcsának csökkentésére, vagy 100 milliárdot költünk otthonteremtésre, és más adócsökkentő lépések életpályamodell bevezetésére kerül sor, ami több millió ember számára biztosít egy lépést, sokak számára pedig egy nagy lépést előre, mert Magyarország gazdasági helyzetét, az állam gazdasági helyzetét sikerült stabilizálni. Magyarországon az elmúlt években a közösen meghozott áldozatok oda vezettek, hogy ma már több a bevétel, mint a kiadás. A magyar államnak 2016-ban és a költségvetés első negyedévében több bevétele volt, mint amennyi kiadása, ami az elmúlt 25 esztendőben példátlan jelenség. Van mit a választópolgárok tekintetében újraosztanunk, ha szabad így fogalmaznom, és ennek jegyében meggyőződésem szerint a családok támogatása érdekében, az adócsökkentés és az otthonteremtés érdekében meghozott lépések bölcs javaslatok a kormány részéről. Zoltán, költségvetés ügyben azt remélem, hogy mindent el tudtam mondani, ami a költségvetéshez kapcsolódik. A részletekben állok a rendelkezésükre. Most még néhány dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Először is azt, hogy a költségvetést most a költségvetési tanács fogja megvizsgálni, ami a valóság, hűség, realitás, tarthatóság szempontjából kifejezetten fontos. Egy nagyon alapos egyeztetés tervező munka előzte meg a költségvetést. Most társadalmi egyeztetések lesznek április hónap folyamán, és a parlamenti vita pedig májusban kerül sorra. Jó esélyünk van arra, hogy június elején, első napjaiban, 10. magasságában a Magyar Országgyűlés el tudja fogadni Magyarország 2017 évi költségvetését. Ezzel párhuzamosan a többletbevételek miatt javaslatot fogunk tenni a 2016-os költségvetés módosítására is. Legutóbb kérdezték, hogy lesz-e 16-os költségvetés, módosítás lesz. Részben a bevételek okán, tehát több a bevétel, mint amennyi a kiadás. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy az Eurostat is
kiegyensúlyozott magyar költségvetési és pénzügyi elosztási rendszerről tett jelentést nem olyan régen, amikor a 2014-es adatokat és a 2015-ös adatokat vizsgálta meg. Ez azt jelenti, hogy 10 kiadási funkcióból 7 területen többet költünk, mint az uniós átlag. Ebben például benne van az oktatás is, tehát az Eurostat véleménye szerint Magyarország a közkiadások arányában többet költ oktatásra, mint az Európai Unió átlaga. Kevesebbet költünk védelmi kiadásokra. Ezen változtatunk 2017-ben, mert a NATO elvárásainak megfelelve 2017-ben jelentősen nő a honvédelemre fordított kiadások nagyságrendje, valamint az Európai Unió 28-as átlagától elmarad az egészségügyre fordított kiadás, amin szintén változtatunk, tekintettel arra, hogy az egészségügy működését finanszírozzuk, ezen kívül egy többlet 100 milliárd forintos extra keretet kap az egészségügy, amely azt gondolom, hogy alapvetően béremelésre kerül majd felhasználásra. De itt még egyszer mondom, hogy egyeztetések vannak hátra. A Eurostat adatai azért is beszédesek, mert Magyarországon a teljes szociális kiadásokra fordított összeg, ebbe beletartoznak a szociális jellegű, tehát a támogatás típusú kiadások, nem csak a szociális segély, hanem a támogatás típusú kiadások. Az Európai Unió ide számolja a közlekedési támogatást, például az egészségügyön keresztül kiadott támogatást és más támogatásokat, a teljes büdzsében mintegy 30%. Tehát minden beszedett adóforintból 30%-ot az emberek támogatására adunk vissza, ami az Európai Unióban az egyik legmagasabb. Tehát Magyarországon a legmagasabb a visszatámogatás vagy a támogatás aránya az Eurostat álláspontja szerint, ami azt gondolom, hogy figyelemre méltó adat. A kormány áttekintette a költségvetés belső vitájának és egyeztetésének lezárásán túl azokat a egyeztetéseket, amelyek a terrorfenyegetéssel kapcsolatos akciótervügyében és az alaptörvény ügyében zajlanak. Két egyeztetés van folyamatban Magyarország megvédése érdekében. Az egyik a terrorellenes akcióterv, amely egy ötpárti egyeztetés, és amely jól halad. Jelen pillanatban szakértői egyeztetések zajlanak 23 törvény módosításáról, annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar állam képes legyen megvédeni a választópolgárokat, és képesek legyünk megvédeni magunkat. Ezen kívül újra van 4 párti egyeztetés, hiszen az MSZP nem vesz részt az alaptörvény módosításáról és a honvédelmi törvény módosításáról, ami arról szól, hogy a honvédség hogyan vethető be, ha az országot meg kell védeni, akár terrorfenyegetettség, vagy a bevándorlási krízis esetében, a bevándorlási krízis kapcsán. Itt szeretném azt elmondani önöknek, hogy konstruktívak a tárgyalások. A terror ellenes akcióterv esetében a BTK módosítás, a védelmi beszerzések, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos javaslatait az ellenzéknek befogadta a kormány, módosította az álláspontját, és jó néhány javaslat van, amit még készek vagyunk mérlegelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy várjuk a kúria döntését, amely a kormány népszavazási kezdeményezésével kapcsolatos. Mint ismeretes, föllángolt Brüsszelben a szuverenitás vita, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság az új Dublin rendszer kialakítása érdekében megtette a javaslatát. Magyarország új javaslattal és önálló kezdeményezéssel él. Mi azt mondjuk, hogy nem új bevándorlási rendszerre, hanem új Európa védelmi rendszerre van szükség. Egy új schengeni védelmi rendszerre és határellenőrzési rendszerre van szükség Európának. Erről próbáljuk meggyőzni a V4-eket és az európai országok vezetőit még a májusi európai tanácsi csúcs előtt. Amit az Európai Bizottság előterjesztett, az arról szól, hogy a bajt szétosztják Európában. Nem a politikai menekültek kötelező szétosztásáról van szó, hanem a probléma a baj szétosztásáról van szó. Azért mondom ezt, mert 1,5 millió ember van ma az Európai Unió területén úgy, hogy nem ellenőrizték a belépésüket, amikor bejutottak az Európai Unió területére. Meggyőződésünk szerint potenciális biztonsági kockázatot jelentenek. Körükben lehetnek sokan olyanok,
akik elkötelezett tagjai és hívei különböző terrorista mozgalmaknak és törekvéseknek, és ennek a 1,5 millió embernek a szétosztása a baj, a nehézség, a kockázat, a terrorveszély szétosztását is jelenti Európa területén, ezért ebben semmi esetre sem szeretnénk részt venni. Másrésztről az Európai Bizottság magához ragadná a kezdeményezést, és azt, hogy Magyarországon kiéljen, azt az Európai Bizottság határozná meg a kötelező betelepítési kvótával. Tehát részben terrorveszélyt jelent, hogyha a bajt szétosztják Európában, részben jelenti annak a meghatározását is, hogy ki éljen Magyarország területén. Ezzel Magyarország semmiféleképpen nem tud azonosulni, a magyar kormány ezt a döntést nem támogatja, ezért fontosnak tartjuk a népszavazás megtartását. Miután a legfontosabb kérdésről van szó, ki éljen Magyarország területén, ezért ebben a kérdésben Magyarországon a végső szót a népnek kell kimondania, ugyanúgy, ahogy Magyarországon a választópolgárok döntöttek a NATO-hoz való csatlakozásról és az Európai Unióhoz való csatlakozásról. A kormány meggyőződése szerint ez a kérdés, hogy ki éljen Magyarország területén, ugyanolyan súlyú kérdés, mint hogy Magyarország a NATO tagja legyen, vagy az Európai Unió tagja legyen. Erre a népszavazásra mindenféleképpen szükség van. Azt reméljük, hogy a kúria minél hamarabb meghozza a döntését. Az Európai Bizottság bürokráciával szeretné a problémát megoldani, mi pedig demokráciával szeretnénk erre válaszolni. A magyar demokrácia áll szemben az európai bürokráciával. A bürokrácia áll szemben a demokráciával, hiszen Európa bürokratikus megosztásban, újrabetelepítésben, szétosztásban, kvótákban gondolkodik. Németország meghívta a bevándorlókat, és most Európában szét akarják osztani őket. Ezzel szemben Magyarországon ez egy alapvető demokratikus kérdés és demokrácia kérdése a népszavazás. Magyarországon a kormány javaslata az, hogy a nép döntse azt el, hogy az országban ki éljen, ki kapjon arra a lehetőséget, hogy Magyarországon tartózkodhat, maradhat, közénk beilleszkedhet, és itt élje le az életét. Mi optimisták vagyunk az Európai Bizottság és Törökország megállapodásával kapcsolatban, annak ellenére, hogy egyelőre ez még nem működik. Az az érdekünk, hogy működjön, ezért járulunk hozzá a török megállapodáshoz, mint egy 4,6 milliárd forinttal, tehát a Törökországnak nyújtott támogatáshoz Magyarország 4,6 milliárd forintot fog hozzátenni. Mint ismeretes, perben állunk az Európai Bizottsággal, tehát a magyar kormány minden jogérvényesítési lehetőséget kimerít. Örömmel jelentem, hogy Magyarország mellett beavatkozott Lengyelország a perbe, tehát Szlovákia, Lengyelország és Magyarország együtt harcol a betelepítési kvóta ellen, és Magyarországgal szemben szállt perbe az Európai Bizottság, Németország, Görögország, Svédország, Luxemburg, Olaszország, Franciaország és Belgium. Ami a Jobbik alaptörvénnyel kapcsolatos módosítási javaslatot illeti, az előbb megválaszoltam ezt a kérdést. Ez egy olyan fajsúlyos kérdés, mint a NATO csatlakozás és az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése. Ebben a kérdésben a népnek kell dönteni. Ha a nép döntött, utána megvizsgálhatjuk annak a lehetőségét, hogy az alaptörvényt hogyan és mi módon kell módosítani. A kormány hétfőn megvizsgálta azt is, hogy bizonyos törvények hogyan állnak a parlament előtt, és itt szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a kormány felhatalmazott arra, hogy nyújtson be az országgyűlés elé, és ezt még várhatóan ezen a héten megteszem, az állami tisztviselőkről szóló törvényt, az állami tisztviselői karról szóló törvényt, amely július 1-jével béremelést jelent, és január 1-jével is, ami a 2017-es költségvetésben benne is lesz. Ezen kívül felhatalmazott arra is Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a kormány, hogy a településképi törvény benyújtásra kerüljön. Mind az állami tisztviselői karról szóló törvény tekintetében, mind a településképi törvény tekintetében egyeztetéseket fogunk kezdeményezni. A települési képi törvény arról szól, hogy a helyben jellegzetes építészeti szokásokat, építészeti arculatot meghatározza. Minden magyar önkormányzatot arra fogunk kérni, hogy hozzon helyi rendeletet arról, milyen legyen a település kép, és ennek a település képi rendeletnek a betartása minden építés számára kötelező, amikor bejelenti akár egy 300 négyzetméternél kisebb építkezés megvalósítását a településen. Tehát az, hogy egy faluban, egy városban mi épülhet, hol mi épülhet, hogyan kell kinéznie,
mi a védett terület, mi a védett része a településnek, egy törvényben kerülne szabályozásra, elvi szinten, gyakorlati szinten pedig helyi önkormányzati rendeletben. Tehát az önkormányzatok számára ez rendeletalkotást jelent, a törvényhozás számára pedig a keretek kijelölését. Egyeztetni fogunk az Országos Építészkamarával, egyeztetni fogunk a Művészeti Akadémiával, egyeztetni fogunk a települési önkormányzati érdekképviseletekkel, és természetesen ötpárti egyeztetést is kezdeményezünk. Az állami tisztviselői karnál is ötpárti egyeztetést kezdeményezek a benyújtással párhuzamosan. Szeretném azt önöknek elmondani, hogy a csók kapcsán és a áfa visszaigénylés lehetőségének a kapcsán folyamatosan nő az új házépítés Magyarországon. Folyamatosan jönnek az építési bejelentések, mint ismeretes, nem szükséges ma építési engedély 300 négyzetméter alatti lakóháznál, bejelentéssel is megoldható a kérdés. A kormány áttekintette az EU-s kifizetések helyzetét, jelen pillanatban 3500 milliárd forintnyi 710 darab kiemelt állami projekt van késésben. A miniszterelnök akciótervet kért a következő kormányülésre minden minisztertől. Jelen pillanatban ennek az előkészítése zajlik. 2016-ban 2000 milliárd forint a kifizetési cél, ehhez ezeknek a nagy programoknak el kell indulniuk. 3500 milliárdnyi fejlesztést fognak megvalósítani az állami intézmények, állami cégek, állami kedvezményezetek. Ebben benne van a MÁV, benne van a közút, benne vannak nagy szervezetek. Bizonyos késés tapasztal a kormány, ezért intézkedési tervet fogadunk el. Ez az ügy annak kapcsán merült föl, hogy a múlt héten, ahogy erről önöket már tájékoztattam, az Európai Bizottság regionális biztosával, Corina Cretu asszonnyal folytattam több megbeszélést is, ahol a biztos elismerését fejezte ki Magyarország teljesítménye előtt, ami az Európai Uniós pénzek lehívását illeti, és bíztatta Magyarországot, hogy minél hamarabb újabb források lehívására sor kerüljön. Ennek érdekében szükség van az állam által EU-s pénzből végzett beruházások és fejlesztések fölgyorsítására. Most ehhez kell a minisztertársaimnak akciótervet készíteniük. Szeretném azt is elmondani, hogy ezzel kapcsolatban megkezdődött a parlamentben az állami pályázat értékelői rendszernek a vitája. Ahogy látom, az ellenzéki pártok hozzáállása is meglehetősen konstruktív. Elismerik azt, hogy Magyarországon nem szabad kiszervezni állami érdekkörből a pályázatok értékelését, hanem a pályázatokat állami tisztviselőknek, állami alkalmazottaknak kell elvégezni. Ehhez egy fölhatalmazó törvény készül, amelyet már tárgyal az országgyűlés, és amely meggyőződésem szerint átláthatóbbá, transzparensebbé teszi a rendszert. A legfontosabb múlt heti tárgyalási eredmény az Európai Bizottsággal, az az aszfalt ügy lezárása. Magyarországot egy 200 milliárd forintos veszteség, egy korrekció fenyegette. A biztos asszony ajánlatát hétfőn a kormány elfogadta. 13%-os átlagkorrekció lesz 100%-kal szemben. A korrekció nagysága maximum 50 milliárd forintot tesz ki, amely nem jelent nettó veszteséget, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló keretből jóváírásra kerülhet, ami azt jelenti, hogy Magyarország nem veszít Európai Uniós forrást, 200 milliárd helyett 45-50 milliárd forint lesz a korrekció mértéke, és a miniszterelnök arra kért, illetve arra utasított, hogy amikor 2017. júniusában pénzügyileg lezárul a fejlesztési időszak, akkor nézzük meg az összes korrekciót, és vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a korrekciót okozókra, akár különadó formájában, ez hogyan terhelhető ki. Nagy eredménynek tartom, hogy a pénzügyi korrekció hibaelismerés nélkül Magyarország számára kedvezően valósul meg, és azt is egy fontos dolognak tartom, hogy nem bíróságon rendezzük ezt az ügyet az Európai Bizottsággal, hanem tárgyalással rendezzük. És még egy fontos dolog, emiatt 500 milliárd forint az, ami elszámolásban állt, tehát 500 milliárdot függesztett fel az Európai Bizottság, most Magyarország a következő napokban 500 milliárd forintot kap az Európai Bizottságtól ennek a korrekciónak a hatására, és ezt követően. Tehát ez kifejezetten egy előnyös megegyezés, egy előnyös egyesség Magyarország szempontjából. Az összes többi korrekció és felfüggesztés jóval kisebb arányú, tehát jóval kisebb tételekről van szó. Konstruktív az együttműködés a regionális biztossal, és azon lobbizunk most közösen Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával, hogy 2020 után is
olyan pénzügyi alapok álljanak rendelkezésünkre, amelyek az ország fejlesztését és a hátrányos helyzetben lévő régiók fölzárkózását szintén segítette és segíti. A kormány döntött arról, hogy május hónapban megnyitja a földárverések harmadik és egyben utolsó körét. A kormány tudomásul vette a Földművelési Minisztérium tájékoztatását, amely arról szól, hogy 180 ezer hektár értékesítésére került sor március 31-ig, és 240 milliárd forint értékben vásároltak földet a magyar gazdák, akik 10 000-en voltak, tehát 10 000 magyar család vásárolt a magyar államtól földet. 9.990 név anonim maradt, 10 név forog a közvéleményben, de megnyugtatom a sajtó munkatársait, hogy nem 10, hanem 10 000-en vásároltak földet Magyarországon, tehát a társadalmi célját a program mindenképpen elérte. A kormány úgy döntött, hogy egy utolsó kört nyit, az állami tulajdonban lévő termőföldek értékesítését májusban folytatjuk, egy hónapra újabb árverésekre kerül sor, újabb árverésre kijelölésekre kerül sor. Természetesen a föltételek nem változnak, tehát árcsökkentés nem lesz, területcsökkentés nem lesz, természetvédelmi területek nem kerülnek be az árverésbe, csak termőföld értékesítése kerülhet sor május hónapban, és ez egyben a lezárókör is, ezt követően a földárveréseket, földértékesítést lezártnak tekinti a kormány. Meggyőződésünk szerint minden gazda számára megnyitottuk a lehetőséget, mindenki vásárolhatott, mindenki mérlegelhette, hogy vesz vagy nem vesz, és jó áron, jó körülmények között sikerült az állami földterületeket értékesíteni, ami egy hatalmas állami vagyon, ami meg is maradt, hiszen a 240 milliárd forint a kormány rendelkezésére áll, és a törvényeknek megfelelő módon kerülhet csak felhasználásra az állami vagyon. Állami vagyonból állami vagyon lehet, állami vagyonból állami vagyon lesz. A kormány visszamutatásra kérte a hadigondozotti ellátással kapcsolatos kérdéseket. Tavaly június 23-án fogadta el a hadigondozásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. Ez annak jár, azoknak az özvegyeknek, árváknak, akiknek a férje vagy édesapja 38. november 2 és 1945. május 9 között a Magyar Királyi Honvédség vagy Csendőrség kötelékében szolgált és hősi halált halt. Egyszer már ők egyszeri kárpotlást kaptak, most a április 11-ig 56.675-en jelentkeztek. Ebből 1500-an nem Magyarország jelenlegi területén élnek, és 48 000-en már meg is kapták az ellátást. Ez az ellátás a hadi árvák esetében 8550 forint per fő, a hadi gyámoltak és a hadi gondozott családtagok esetében szintén 8550 forint per fő. Tehát meggyőződésem szerint itt komoly erkölcsi és anyagi elégtételre került sor, amikor 50 000 ember számára biztosítunk ellátást 1990 óta először. Mint ismeretes, a nyilvánosságban először 17-18 ezer szám hangzott el, de 50 000-en vannak, és még 6 ezer elbírálatlan kérelem van. Szerintem nagyjából az első fél évben lezárul lesz, hiszen mindenki jelentkezett már. Még a határon túli jelentkezések tekintetében a felvidéken megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy ismert a szlovák álláspont a kettős állampolgársággal kapcsolatban, ezért magyar igazolvánnyal is lehet magyar állami hadierva állátást igényelni. Ez a felvidéken komoly segítséget fog jelenteni azoknak, akiknek a hozzátartozói 1938 és 45 között részt vettek a II. Világháborúban, és hősi halált haltak. Szeretném elmondani, hogy vannak adósságaim, ami a válaszokat illeti. Az ESOS, a Szociális Szövetkezet, az első magyar környezettudatos szociális szövetkezet munkavállalóival kapcsolatban 2299 ember ügyével foglalkozott a kormány. Ebből a 2299-ből 838 fő közfoglalkoztatott lett, 194 fő elhelyezkedett a munkaerőpiacon, és 1112 embernek pedig úgy segítettünk, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek. Eddig egyáltalán semmilyen támogatásban nem részesült 205 fő, de az ő esetükben azt vélelmezzük, hogy azért nem jelentkeztek támogatásra, mert ők szintén elhelyezkedtek már. De az volt a kérdés, hogy hogyan segítünk az ESOS károsultaknak. A Magyar Nemzet megkérdezte, hogy az Európai Uniós fejlesztéseket bonyolító pénzügyi rendszer, a FEL rendszer akkreditációja megtörtént-e már.
kérdésre nem tudtam pontos választ adni, nem történt meg, mert nincs is rá szükség. Tehát az Európai Bizottság elfogadta az előző rendszert, és a FEL rendszert nem kell újra akkreditálni. Az ORÖ elszámolása, az ORÖ által visszafizetendő 1,6 milliárd forint elszámolása kapcsán pedig azt tudom önnek mondani, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. március 30-án postai úton kézbesítette a fizetési felszólalítást az országos roma önkormányzatnak, akinek 30 napon belül kell rendelkezésre bocsátania, visszafizetnie az 1,6 milliárd forintot. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseiket.